nem kitolás a magyarokkal? Jönnek a vendégmunkások, halljuk mindenhol. Szervezetten érkeznek az elbocsátott magyar dolgozók helyére ázsiai vendégmunkások. 10 000 munkavállalót vár Magyarország a dél-kelet-ázsiai országból. Hát beszéljük meg, hogy ez jó vagy rossz. Mondok két pokoli egyszerű példát. Mondjuk, hogy valakik bányát akarnak nyitni. Itt valahol Magyarországon. Bányász kislány, ó, hagyd szívem. Körülnéznek, hát sehol nem találnak vályárt. Hogyha hoznak valahonnan messzi országon vályárokat, szerintem ez tök rendben van. Hát hadd működjön az a bánya. B eset. Működik az üzem, úgy gondolják a vezetők, hogy tudnánk mi kevesebb bérért behozni valahonnan Isten haragjából melósokat. Idehoznak 30-40-50 melóst, az itt dolgozókkal, nyilván döntően magyar emberekkel betanítatják a külföldről jövőket, aztán mikor már tudják, hogy hogyan kell kezelni a gépeket, akkor a magyarokat elküldik a csodába, már nincs rájuk szükség, és helyettesítik őket az olcsóbb bérű messzi országba jöttek. Hát akkor ez rendben van? Szerintetek rendben van? Ez nem aljasság?